a szóval folytatnám, hogy erdély, mert ha valakit igazán jellemezni lehet Erdély hátterében, az Kóstolló. És mindaz, amit elhangzott, az 100 éves időtávlatban Kölcseihez viszonyítva Kocskáró az, aki ezekből merít, és épített örökséget hagy ránk. Sőt, mi több, azokat a verseket, gondolatokat, amiben a magyar romokat írják le a költők, ő megpróbálja újra feleleveníteni, egyszer rajzolt, aztán épített formában. Kölcseinek 41 néhány év adatott meg, a 18. század végén születik, és 1848-at nem éri meg, és mégis ránk hagyja ezeket a fantasztikus verseket. Kós Károly a 19. század végén születik, és ha csak annyit él, mint Kölcsei, akkor valamikor a két világháború között abba hagyja a pályafutását. Neki körülbelül kétszer annyi adatok meg, mint Kölcseinek, és ezek a bűvös számok levezették egész 1977-ig azokban az időkben, ami két világháborúnak a hagyatéka. És ennek ellenére ő az, aki Erdélyben megmarad, és 77 után, mint egy iskola alapítóként mai napig tiszteljük. Mire gondolok? Körülbelül a 80-as években Makovec Imre Magyarországon elindítja azt az organikus építészeti irányzatot, aminek gyökerei Kós Károlyhoz vezethetők vissza. És szintén Makovec Imre lesz az, aki vándoriskolával az erdélyi fiatal építészeknek megadja azt a lehetőséget, hogy két évig gyakorlatozzanak ilyen típusú épületek nyelvezetében Magyarországon, két feltétel közepette. Vissza kell térni Erdélybe, és munkát kell adni az erdélyi fiatal építészeknek. Most már Makovec Imre is a múlté, de az épített emléke és az iskola teremtő hagyatéka az még most is él. És hogy Kós Károlyhoz visszatérjünk, és a szorványban elmeséljük azt, hogy mit jelentett Kós Károly 2007-ben Nagyszebenben, akkor, amikor ez az Erdély visszakapcsolódik Európában, annyit mondhatunk el, hogy igen, Nagyszebenben, ahol a kisebbség szorványa Dél-Erdélyben talán még inkább kiszolgáltatott volt az elmúlt szinte 80 évnek, amikor saját lábán kellett megállnia, és mégis 2007-ben nekiadatott meg az a lehetőség, hogy Európa szerte a magyar kultúrát a multietnikum, multikonfessionalitás címzete alatt bemutassa. Szinte lehetetlennek tűnt ez a feladat, se a helyi politikai erők, se az anyaország nem látta be, vagy nem tudta ezt besegíteni, hanem a helyi, fiatal, magyar kezdeményezésre magyar kulturális irodát indítottak, és 2007-ben egy hetes kulturális események sorozatában egy nap Kós Károlyra is jutott. Különböző művészeteket mutatták be Európának, hogy hogyan jelenik meg a magyar művészet Erdélyben, és azóta is szüntelen lendülettel ott a szorványban, ahol 300% magyar van Nagyszebenben, ezek a magyar napok továbbra is működnek. Ha arra gondolok, hogy Kolozsváron csak 2010-ben sikerült magyar napokat szervezni, kiderül, hogy mennyire fontos a szorvány. Lehet, hogy ott hamarabb rádöbbenünk arra, hogy mennyire fontos az, hogy a saját magunk kultúráját ne csak mi ismerjük, hanem tudjuk bemutatni a többség előtt, hogy ők is értékeljenek minket. Kós Károly 2007-ben egy napon keresztül, annak idején még Makovec Imre is meglátogatta, elmesélte Kóssal való kapcsolatát, és végigjártuk azokat a helyszíneket, amit valamikor
a 19. század végén, az 1890-es években a fiatal Kós elemi iskoláit végezte, és rádöbbentünk arra, hogy Kósnak ez az épített környezet a hajdani szász többséggel mennyire rendhagyóan és irányadóan megteremtette nyelvezetét. Azt a nyelvezetet, ami nem más, mint a zene nyelvén a Kodály Zoltán nyelvezete, ötvözve a helyi, majd a kalotaszegi népviselettel, népi hagyományokkal, népi építészettel. Ha ezt Kodály Zoltán tavaly, amikor megemlékezett a Romániai Dalos Szövetség 130 éve született Kodály Zoltánra, most folytathatjuk a sort, kortársa 130 évvel ezelőtt született Kós Károly, aki megpróbálta ezeket a hangokat kőbe átvarázsolni, és valahol az ő útja teljes mértékben követi Kodály szellemiségét. Lehajol a népi kultúrához, és ötvözi azzal a középkori kultúrával, ami tulajdonképpen a magyarság történelmét jelentette. És rádöbben nagy szememben, mint gyermek, ezt azért tudjuk, mert szerencsénkre időskorára önéletrajz írásaiban szinte ő maga döbben rá, hogy milyen érdekes gyermekkora volt abban a szórványban, ahol a középkori vártornyokat megérinthette, sőt, abban lakott a hajdani Kós család néhány esztendőn keresztül, és amikor ezt a hajdani Liskása utca, ma Ávrányán utca 9 számban megtaláltuk, nem más, mint a harmadik erőd rendszernek egy valós középkori tornya, amit a reneszánszban bekapcsoltak a háznak a szövetébe, és itt béreltek lakást a Kós család. Itt volt a hálószoba, és mellette a nappali. Ezt a kis kincset lerajzolja Kós Károly idős korában, és ha rávetítjük legfontosabb állomásaira, legfontosabb épületeire, akkor azt láthatjuk, hogy Kolozsváron, annak ellenére, hogy rengeteg tudománnyal tért haza Budapestről, a szülői házának ez lesz a mintaképe. Egy tornyot épít, és mellette a dolgozószobát szüleinek, illetve neki a műtermet, a manzárban. És ez a ház most a sors úgy hozta, hogy szintén alkotó műhely lett, és megmenekült a szétfoszló erők sorsában, annak ellenére, hogy a gyönyörű látképe Kolozsvárnak azóta egy kicsit szürkébb lett az elhagyott ipari övezettől, de a Kósház kertjében felépült az az épület, ahol az ifjú építészeknek megadatik a műemlékek milyenségében, tudományában való betekintés. Egy továbbképző központ, és talán azt is lehetne mondani, hogy itt is a Kós gyökerek vezették oda a mai használóit, hogy egyetemi szinten próbálják a mai ifjúságot tovább nevelni a műemlékek tiszteletére. Kós gyakorlatilag a két világháború között a 40-es években döbbent erre rá, alkotó vénáját akkor Kolozsváron a műemlékek restaurálására szánta. Nem volt sok ideje rá, de akkor is hihetetlen eredményeket ért el. Ha arra gondolunk, hogy a Farkas utcai református templom nem úgy néz neki ma, ahogy kinéz, ha Kós nem tette volna rá azokat a kiegészítő elemeket, restaurátori érzékkel, amit ő a 40-es években megálmodott. Ugyanígy a Mátyás szülőháza is nagyon-nagyon átépített formában maradt volna ránk, ha ő a 40-es években nem varázsolja vissza a középkori hangulatát. Tulajdonképpen ennek a gyökerei most talán egy komoly ligeté bokrosodtak, mert hogy létezik az ő kertjében ez a továbbképző központ, a műemlékvédelem sorsát figyelembe vévő egyetemi szinten. És hogy ne menjünk tovább, csak Sztálnáig, az az ő tulajdonképpeni végvárja, megépíti az
alkotóházát félrevonul a hegytetőre. Hallottuk az előbb a hegytető szimbólumát. A hegytető épített formájában maga a torony, és a végvár az a torony, amit Kós Károly Sztánán nem egy kalotaszegi népi ház mintájára épített házat képzel el, hanem igen egy végvárat, egy arszpoétikát, aminek a lenyomata nem más, mint a nagyszebeni példa, az a vártorony és az a reneszánsz nappali, ahol új idők, új szerei az ő tollából megszületnek. Akkor már nem azt az időt élte, hogy sok épített örökséget hagyjon ránk, hanem azt a periódust, amikor le tudta írni mindazt, ami az arszpoétikáját jelenti mindmáig. Kiderül az, hogy a Varjúvár az ez a vár, ami meg akarja mutatni magát messziről, a dombhátra épül, de azért épül, hogy magasra, hogy messze ellásson, és jelként mai napig éljen mindazoknak a szívében, akik Kóst példaadó mintájuknak tekintik. Ő pedig ezeket a tornyokat, amikor alkotó építészként élte meg a hétköznapjait, bele komponálta a Szentgyörgyi Nemzeti Múzeumtól egészen a budapesti állatkertig. Szinte mindegyik toronynak van egy-egy szimbóluma az élővilággal szemben. És ezt folytatta Makovecz Imre, ha arra gondolunk, hogy a világ előtt a sevillai nagy pavilonjával azért vonta magára figyelmet, mert a tornyok sokasságában odahúzott a turistáit. És hogyha arra gondolunk, hogy Kolozsváron Makovecz Imre és tanítványai Müller Csaba tollából megszületik az a református templom, ami mindmáig a magyar kultúra napját befogadja, akkor arra döbbenünk rá, hogy ez egy élő nyelvezet, és ma is velünk van, együtt van velünk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és gondolom, hogy mindmáig úgy érezzük, most többször is megemlíthetjük, a nem csak az épített, nem csak a leírt, hanem az élő napjaink szövetében. Köszönöm szépen!